Hello, sziasztok! Amikor lejár a bankkártya, megmutatom, hogy hogyan célszerű megsemmisíteni. Itt egy pár dolog kell hozzá. Én úgy szoktam kezdeni, a biztos, ami biztos alapon, kell hozzá egy labortáp. Az overloadot, az áramot állítsuk föl max, egy nálam az 30 amper és 3 volt, mindent maximumra. Ilyenkor azért az úgy elég szépen pirít, szóval egy ilyen 30 ampernál szabályoz lehet. Igen, ez egy rendesebb labortáp, nem egy ilyen kisebb fajta. Fogtok egy mérőzsinort, beledugjátok. Valahol le kéne tenni ehhez a telefon. Szóval odáig vagyunk meg, hogy megvan a labortápunk, meg a bankkártyánk. Nem is kell annyi vezeték. Itt van a kis... ugye overload, szóval ahogy elérjük a 30 ampert, de visszahajló karakterisztika, de a 30 ampert azt tudja tartani. Szóval adjunk neki, itt van a szemetek előtt, figyú, mi lesz vele? Bírja. Ez ugyanaz a pad volt. Hoppá, itt elkaptam valamit. Érdemes egyébként ezt megcsinálni vele. Hát ilyenkor próbáljátok meg, hogy lehet-e vele pénzt levenni, ha még élt a kártya, mert szerintem nem. Kevés neki a 30 volt. Ez szerintem ugyanaz a pad, ami szikrázik, szóval nem. Egy-kétszer odahegett. Megy ám az árammérő műszer rendesen, az áteresztő tranyók tesztje zajlik a labortában. Jó hangja van és jó szaga, hogyha ezen túl vagytok, túlestetek, mutatom milyen szép lett a chip, élességet ide, mi lenne éles lenne, akkor léphetünk tovább. Ugye a labortápot kikapcsoljuk, az már nem fog kelleni. És jön a második fokozat! Ami nem akármi. Ha nincs labortápod, akkor ezzel kezdjél. Mert gondolom mikród van. Kész a tea. De finom tea lesz, C-vitamin. Na de. Egy kicsit meg kell mikrózni a kártyát, ez lényeges. Így, ez jól tesz neki, ezt szereti. Mondjuk ez a mikrót is leírta, nem csak a bankkártyát, az tény, de hogy ezzel pénzt nem kell fölvenni az egész biztos. Azt a kicsit puha lett. Ja, mert a mágnes csík, meg a többi fém dolog is itt megadta magát benne rendesen. És akkor most jön a harmadik fokozat. Vegyél egy új mikrót, de nem. Vagy mégis vegyél egy új mikrót, megmutatom, hogy néz ki. Hát, ja. Ez sikerült leírni jobban, mint a bankkártyát. Fogj egy ollót. És akkor, ha megvan az olló, akkor szépen ilyen apró csíkokra vágod a bankkártyát, és különböző szemetesekbe kidobálod. És így sose egy szemetesbe dobd ki, ez egy jó tanács, így általában semmit. Szóval, ennyi volt a bankkártya megsemmisítés, tegyetek ti is így. És iratkozzatok fel. Sziasztok!